megszokhattuk nyaranta, hogy könnyebben el tudunk jutni vonattal nagyobb tavainkhoz. Idén sem lesz ez másképp. A balatoni és velencei tavi utasforgalom jobb kiszolgálását célozza a MÁV most szombaton életbe lépő és augusztus 30-án érvényben lévő nyári menetrendje. Minden korábbinál több 51 Intercity kocsi fog közlekedni a magyar tengerhez minden nap, ami a Szabolcs-Szatmár-Berekben élőket is érinti. A megye lakóinak a legfontosabb információ az, hogy ismét lesznek közvetlen balatoni vonatok, amellyel el tudnak utazni mind az északi, mind pedig a déli partra. Ezek a vonatok június 20-ától augusztus 29-ig naponta közlekednek, és megállnak mindenhol a térségben. Például, hogyha az északi partra szeretnénk eljutni, akkor reggel 7 óra 3-kor indul ez a vonat, és hogyha a déli partra szeretnénk eljutni, akkor az egészen végig Ráhanyból Balaton-Szentgyörgyig közlekedik, az reggel hajnalban 4 óra 59-kor indul. A vasúttársaság arra készül, hogy idén a korábbi évekhez hasonlóan sokan fogják igénybe venni ezeket a járatokat. Tavaly egyébként nagyjából 1,7 millióan utaztak vonattal a Balatonhoz és a tó körül. Amíg megoldható, csak az ülőhelyek felét értékesítik, de a szóvivő elmondása szerint az már most látszik, hogy ez egy idő után nem lesz tartható. A nemzetközi vasúti forgalom újraindítására is készül a MÁV, erről jelenleg is folynak az egyeztetések. Közben két a térségben közlekedő vasútvonalon zajlanak munkálatok, az egyik a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony közötti sebes vonatokat érinti, a nyugati pályaudvar felújítása miatt jellemzően csak Zuglóig és onnan közlekednek ezek a járatok. A másik vasútvonal, amit ki kell emelni a térségben, az a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal, ahol van vágányzár, a Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, ott komplex felújítást végeznek a vasúti pályán, az állomások vágányain, illetve a felső vezetékeken is, és annyit tudunk egyelőre biztosan, hogy július 29-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok szállítják az utasokat. És az is fontos, hogy a pótlóbuszok mennyiségét úgy határozták meg a munkatársaim, hogy ott is biztonsággal egymástól megfelelő távolságra lehessen utazni. Az utasoktól azt kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak, és utazás közben továbbra is takarják el az orrukat és szájukat maszkkal, sállal vagy kendővel, ez amúgy a munkatársaknak is kötelező. Emellett a folytatásban is az érintésmentes jegyvásárlást és az ezt is szolgáló telefonos applikációjuk használatát javasolják.